Egyéni vállalkozói díjat adományozunk Balogh József egyéni vállalkozónak. Köszönjük szépen a pályázatát, és gratulálunk, és sok sikert kívánunk a vállalkozás továbbvitelében, és reméljük, hogy azokat az eredményeket, amiket célul tűz ki, azt tudja is majd tartani. Egy oklevelet szeretném még a díj mellé átadni. És akkor a gazdasági társaság kategóriában az MB Technik Hungary Kft-t tudjuk díjazni, és akkor a ügyvezető asszonyt, Morzs Zsanettet kérem, hogy vegye át a díjat. Szintén gratulálok. És ahogy láttuk a pályázatában, már az elmúlt évek is azt mutatják, hogy egy dinamikus felfutó vállalkozásról van szó, az pedig külön öröm, hogy önök is Törökszent Miklóson dolgoznak. Illetve hát nyilván szerte az országban, de a telephelyez itt van. Egy oklevelet is szeretnék át. És akkor annyit szeretnék még elmondani, hogy ahogy a bevezetőben is említettem, ezt a díjat szeretnénk továbbvinni Törökszent Miklós járásban. Tényleg a célkitűzés ennek a díjnak az, hogy minél inkább elismerést tudjunk ezzel adni azoknak a fiataloknak, akik a vállalkozói formát választják itt Törökszent Miklós járásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további eredményes munkát kívánok mindannyiuknak. Legyél te az év fiatal vállalkozója a Törökszent Miklósi járásban címmel hirdetett pályázatot a Törökszent Miklós Foglalkoztatási Paktum és a Törökszent Miklósi Paktum Iroda. A pályázatok beérkezése után ugye megtörtént a bírálat, és 2019. október 10-én pedig a díjátadás. Két kategóriában hirdettek díjat, az egyik az az egyéni vállalkozói kategória, a másik pedig a társas vállalkozás, és most egy Kft. Ügyvezető igazgatóját köszönhetem, aki nem mellesleg Törökszent Miklósi cégről van szó. Mivel foglalkoztok, mi a nevetek? Tehát MB Technik Hungary Kft. A cégneve, és légtechnikai rendszerek, szellőztető rendszerek kiépítésével foglalkozunk. Különböző irodaházak, ipari létesítmények, köz- és lakóépületek szellőző rendszerével. Mikor alapítottátok a társaságot? 2017. szeptember végé és októbertől, 2017. októberétől ténykedünk ténylegesen. Tehát attól októbertől mondhatjuk azt, hogy ténylegesen működik a cég. Gondolom különböző szempontok alapján történt meg egyébként maga a díjazás. Ti saját magatok hogyan vélekedtek? Mennyire könnyű vagy éppen nehéz most a Törökszent Miklósi járásban vállalkozónak lenni? Hát ez változó, szerintem attól is függ, ugye, hogy ki miben, milyen ágon indul el. Azt gondolom, hogy a légtechnika azért egy olyan ágazat, ami keresettem, vagy jobban lehet boldogulni vele. Nem könnyű természetesen szerintem senkinek, főleg, hogyha ha saját maga próbál ugye azért eljutni egyről a kettőre, de szerencsére úgy nézem, hogy mi azért haladunk, és szeretnénk, ha ez így is maradna. Miért ezt a részét, pontosan miért a légtechnikát választottátok? Párom évek óta ebben dolgozik, így én is részese vagyok, úgyhogy ez adott volt. Igazából ezért, tehát ő nagyon szereti, én is ismerem, úgyhogy így jött. Különböző pályázatokat tudtok igénybe venni? Nem nagyon próbálkoztunk még, tehát egyelőre próbáltunk saját magunk elevickélni. Igazából ez volt még az első ilyen pályázat, amivel próbálkoztunk. A Kft-nek vannak alkalmazottjai is, gondolom. Persze, természetesen, akik kiépítik a rendszert. Hát jelenleg 17-ben mi 4-5 fővel kezdtünk, most már azért 20-25 fő jelenleg akik vannak. Próbálunk minél többen, tehát az a célja, hogy minél stabilabb munkáját létesítsünk, és persze nagyon sokáig fent maradja. És egyébként elég? Tehát a munkavállalóitok száma az elég, vagy most szükség lenne még rá? Persze, természetesen, tehát ahogy növekszünk, vagy illetve minél jobban megismernek minket, ugye annál több munka lehetőséget kapunk, tehát ugye ezzel növekszik. A létszám is kell, hogy növekedjen, tehát mindig próbálunk, igen. Tehát ugye ez sem mindig könnyű, ugye megfelelő
személyt találni rá, de jó, tehát egyelőre sikerül, úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeretné, meg tudja csinálni, az tudja, tehát meg tudja tanulni, úgyhogy nem egy... Tehát akkor számotokra az jelenthet nehézséget, hogy megfelelő munkavállalót találjatok? Is, igen, tehát azért... mint mindenhol, tehát azért megfelelő személyt, tehát aki ténylegesen. Ugye azért a cég csak, tehát azért, amit mi kiépítünk, az azért egy minket minősítő dolog, tehát azért az kell, hogy azt tudják és értsék. Tehát általában, akik nálunk vannak is 5 és 20 közterjedő évben szakmai tapasztalattal rendelkeznek légtechnika szerelésben, tehát külföldön itthon szerzett tapasztalattal, tehát azért értenek hozzá. Merre dolgoztok? Általában a Dunántúlon, tehát ott van nagyobb kereslet, de természetesen itt a megyében is, Pest megyében, tehát azért mindenhol, ahonnan jön felkérés, illetve hogy lehetőségünk adódik. Ahol éppen ugye kapunk felkérést. Mi a hosszú távú cél, ha van azon kívül, hogy a KFT életben maradjon és minél nagyobb legyen, vagy ez? Ez is, illetve hogy jelenleg ugye légtechnika szerelők vagyunk, úgymond, és szeretnénk, hogyha a közeljövőben azt is meg tudnánk tenni, hogy még a gyártást is tőlünk menjen ki a gyártás is, tehát az a megfelelő légtechnikai elemek, amik ehhez szükségesek. Hát sok sikert kívánunk hozzá, és bízunk benne, hogy a közeljövőben ez teljesülni is fog, és gratulálunk még egyszer a díjhoz. Köszönöm szépen. Légy te az év fiatal vállalkozója a Törökszent Miklósi járásban címmel hirdetett pályázatot a Törökszent Miklósi Foglalkoztatási Paktumhoz kötődően a Paktum Iroda. És a mai napon, október 10-én a díjátadás is megtörtént, amint már ugye ezt említettük is, el is hangzott két kategóriában, és most szeretettel gratulálhatok Balog József egyéni vállalkozónak, aki egyéni vállalkozó kategóriában kapta meg ezt a díjat. Mi az, amiben te egyéni vállalkozó vagy, és mióta? Én 2017. szeptember 1-e óta vagyok vállalkozó. Fő tevékenységünk a villanyszerelés. Ugye villanyszerelőnek tanultam, villanyszerelőként kezdtem el dolgozni, mint munkavállaló későbbiek folyamán úgy gondoltam, hogy ez esetlegesen egy vállalkozás keretein belül nekem is sikerülhet. Ehhez nyertem egy pályázatot, a Lépj a piacra pályázat keretein belül kaptam 2,5 millió forintot. Ezután elkezdtem a vállalkozást, és szépen lassan építkezünk fölfele. Ez a szépen lassan, ez mit jelent a hosszú távú tervek, célok között mi szerepel? Hát hosszú távú tervekről igazából az okos otthonok felé, az okos otthonok kivitelezésével szeretnénk elkezdeni foglalkozni. Ezzel kapcsolatosan meg is tettük az első lépéseket. Egy magyarországi forgalmazóval felvettük a kapcsolatot, ők nagyon nyitottak voltak felénk, oktatáson voltunk, most már úgy néz ki, hogy vidékre is, ugye ez Budapesten már elég nagy teret kapott az okos otthon, úgy néz ki, hogy most már majd előbb-utóbb vidékre is eljut ennek a előnye, ennek az okos otthonnak az előnyei. Ugye Törökszent Miklóson kezdted el a vállalkozást, mennyire nehéz a Törökszent Miklósi járásban vállalkozóként? Első körben azt gondoltam, hogy ez egy nehéz feladat lesz. Első körben a lakosság volt a célközönségünk, utána a közületek, önkormányzatok és nagyobb vállalatok is felkerestek bennünket, és hosszabb, rövidebb távú együttműködésben mai napig is benne vagyunk. Mik azok a képességek, kvalitások véleményed szerint, ami egy egyéni vállalkozónak mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy sikeres legyen? Első körben önbizalomra, az nagyon fontos. Abból volt nekem kevés, ezt azért sem emelném ki, de párom az kimondottan azt a kezdőlökést megadta nekem, ami elindított ezen az úton. Igazából rengeteg kitartás, rengeteg álmatlan éjszaka,
és a kitartás az, ami nagyon, nagyon fontos. És hát még az, hogy a szakmájában azért legyen jártas, mind anyagismeretben, mind szerelési technikákban. Tehát ez mind összetett és fontos dolog. De bátorság és előre tekintés, ez a fő csapásvonal. Köszönöm szépen, és gratulálunk természetesen mi is a díjhoz, és bízunk benne, hogy az okos otthonokkal remélhetőleg minél hamarabb itt a Rakszer Miklóson is találkozhatunk, melyet már te vagy ti építetek ki. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit! Rakszer Miklós Város Önkormányzata nevében is teszem mindezt, és örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Külön köszöntöm a sajtóképviselőit is, akik szintén itt vannak a mai tájékoztató előadáson, és majd ezt követően a helyszíni bejáráson is, hiszen ide is invitálunk mindenkit. A mai alkalommal a témánk a TOP 2.1.2 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016-000-12-es azonosító számú Törökszent Miklós Zöldváros című projekt keretén belül megvalósuló beruházás kapcsán a városi hősziget jelenséget enyhítő, megszüntető városépítészeti megoldások, valamint a beruházás megújuló energiaforrásainak ismertetése, napelemes elektromos áramtermelés bemutatása. Bizonyára mindenki tudja, hogy tulajdonképpen a piacról beszélünk, a piac felújítása igazából be is fejeződött, megtörtént, már birtokba is vette nagyon sok mindenki. Az elmúlt hétvége folyamán nagyon-nagyon sokan megnézték, hogy hogyan is alakult maga a Zöldváros projekt. Azonban nem csak a zöld felület megújítása és újabb zöld felület kialakítása történt meg, és a piac rendezése, hanem nagyon sok minden más is kötődik ehhez a projekthez. És mielőtt belekezdenénk az előadásba, szeretettel köszöntöm Markóth Imrét, Törökszent Miklós város polgármesterét a mai alkalommal, és két előadónkat, Buella Mónikát és Szilvási Ferencet, őket hallhatják majd először, de szeretném megkérni először polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket, és egy rövid projektismertetést, ha lehet. Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt, minden megjelentet. Ahogy a bevezetőben is elhangzott, ez gyakorlatilag a mai délutánunk, a Törökszent Miklósi Zöldváros topos pályázatunk befejezéséhez kötődik. Amint mindenki láthatta, tapasztalta, a beruházás ténylegesen megvalósult, befejeződött a múlt hét folyamán, már a város lakói is birtokba tudták venni. De gyakorlatilag a mai délutánnak mi is az apropója. Amikor a terület és településfejlesztési operatív programban az úgynevezett zöldvárosokat, zöldváros pályázati lehetőségeket kiírták, illetve a kormányzat ennek a szegmensnek az előírásain gondolkodott, akkor túl azon, hogy zöld felület növelésekben gondolkodhatnak a települések, egyfajta környezettudatos nevelésre való ráhatás is szerepelt ebben a programban, ebben a projektben. És nekünk a Törökszent Miklósi Zöldvárosban ezt sikerült megvalósítanunk több oldalról is, hiszen az egyik oldala ennek a pályázatnak, ennek a megvalósult beruházásnak, hogy valamivel több mint 2000 négyzetméternyi új zöld felület létesült a városban. Ezt majd a bejárás során, illetve gondolom a bemutató során is tapasztalni, meg látni fogjuk, hogy nem csak itt a városháza hátsó udvara alatti terület, mint egy egységes új zöld felület jelent meg, hanem a parkolóban, illetve a piac új területein is a kerékpártárolók mellett kisebb ágyások születtek, amiben majd, hogyha az idő is engedi, meg a Törökszent Miklósi lakosság is meg fogja becsülni, akkor az elültetett kis csemeték meg fognak bokrosodni, és ott ténylegesen egy már érezhetően kezelt és jó minőségű zöld felület fog itt a város központban megvalósulni. A másik része az energia, megújuló energiatermelés, mint mégpedig kiserőműves napelemrendszerrel elektromos áram termelődik a piac
felügyeleti épület tetőszerkezetére elhelyezett napelemeken. Amikor a terület és településfejlesztési operatív programra készült az önkormányzat, akkor minden járási székhelynek kötelező feladata volt, hogy a pályázatokat megalapozó előkészítő dokumentumot készítsen. Ez az integrált településfejlesztési stratégia volt, amit, ha jól emlékszem, 2016-ban fogadott el az önkormányzat. Mi ebben a megalapozó dokumentumban több helyszínen is vállaltunk, illetve terveztük, hogy a város területén újabb közparkok, újabb zöldfelületek jöjjenek létre, mert azt gondoljuk, és a klímaváltozás is ezt mutatja, illetve már a klímaváltozásra felhívó civil kezdeményezések is azt mutatják, hogy szükség van minden településen minél több zöld felületre, minél több parkra, minél több elültetett fára. Sajnos, ami nekünk az ITS-ben tervek voltak, az egyelőre nem tud megvalósulni, hiszen a terveink között szerepel, az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a vasúton túli területen is egy közösségi tér alakuljon ki, illetve az alvégen is egy közösségi teret terveztünk, de ugyanakkor itt a városközpontban a Szemere Bertalan utca folytatásában is terben volt az ITS-ben egy újabb közpark. Én azt gondolom, hogy ezeknek a megvalósítására majd az elkövetkezendő évek vagy évtizedek lesznek alkalmasak, és szükség is lesz rájuk, hiszen ha a Törökszent Miklóst nézzük, akkor nem sok olyan közösségi térrel rendelkezünk, ezt be kell, hogy valljuk, ahol a város lakói egymással találkozhatnak, a kulturált szabadidőt megfelelő módon tudják egymással eltölteni. Nyilván vannak a lakótelepeink, a már meglévő közparkjaink. Most a piacnál, a Zöldvárosban ismét bővültünk egy kisebb közparkkal, de remélem, hogy eljön az az időszak, amikor újabbakat és újabbakat tudunk majd magunkénak tudni. Én a ma délutánra hasznos tanácskozást kívánok minden jelenlévőnek, és köszönöm, hogy a meghívott előadóink elfogadták a meghívást, és akkor kíváncsian fogjuk várni az ő szakmai beszámolójukat. Köszönöm szépen! Az összesítésben van egy úgynevezett soft analízisnek hívja a tudomány, de a nagyon józan paraszti ész alapján ez annyit jelent, hogy egy olyan helyzetfelmérés, ahol megállapítjuk, hogy a Törökszent Miklós zöld felületi adottságainak milyen előnyökkel bír, illetve a másik oszlopban megállapítjuk, hogy milyen hátrányai vannak. És ezekből nagyon szépen ki lehet utána prioritásokat lehet felállítani, illetve maga a zöld felület, ha csak hátrányaink vannak, akkor azt nagyon nehéz ledolgozni, ezért fontos mindig megkeresni azokat az előnyöket is. Ha van egy olyan parkunk, ami közpark besorolású, de jelen pillanatban mondjuk nincs más, csak gyep rajta, akkor az egyrészt hátrány, hogy az csak egy üres gyep felület. Ugyanakkor, ha másképp tekintünk rá, akkor egy előny, hogy ki lehet alakítani benne egy olyan közterületet, olyan funkciókat lehet benne elhelyezni a későbbi fejlesztések során, ami egy akár olyan lakossági, új lakossági igény merülhet föl. Ebből a zöldfelt infrastruktúra fejlesztési programból ugye a piac az, ami mint akcióterület megvalósult. Ez egy felmérése volt a piacnak és az önkormányzat mögött lévő parkrésznek, ami ugye elméletileg volt zöld felület, annak a nagy részén ugyanúgy piac, tehát piacként használták, tehát ilyen módon a park minősége talán nem volt annyira kihasználva, ezért ennek a fejlesztés során lehetőség nyílt arra, hogy egy új piac és egy új park is létrejöjjön. Minden esetre ez a piac, amin a fák és a parkoló közti kisebb zöldfeltek látszanak, de ezt a valóságban meg fogjuk tekinteni, úgyhogy ez sokkal többet fog mondani. Amint én nagyon fontosnak tartok, hogy azért a nagy burkolat mellett, amit nyilván egy piacot mindenképpen egy burkolt felületre kell tenni, hiszen ezt
követeli meg nem csak a jogszabály, hanem a praktikum is, de hogy sikerült annyi fát is erültetni, amik nyilván a megnőnek és a lombkoronájuk nagyobb lesz, akkor megfelelő árnyékot is fognak adni, jóval többet, mint ami eddig volt, illetve hogy a fáknak olyan életteret, az élettér alatt megfelelő mértékű termőtalaj réteget tudtunk biztosítani, hogy a növények meg tudnak nőni. Ez tehát a piac, ami burkolt felület. Amit én fontosnak tartok még itt a piacnál kiemelni, hogy főleg a belvárosi kevés zöld felettel rendelkező helyeken fontos, hogy nem csak a vízszintes felületeken tudunk zöldet csinálni, hanem a függőleges felületeken is. Azt mindenki ismeri, ugye a vadszőlőt meg a borostyánt, ami föl tud futni a falra. Ugye a borostyának vannak is pici léggyökerei, amivel kapaszkodik, a vadszőlőnek pedig kis tapadókorongja, és úgy rámegy a falra, és már fölfut. Most nagyon sokan ettől félnek, hogy az ő házuk falára ne menjen föl, mert tönkreteszi, vagy egyéb probléma lehet. De vannak olyan puszonövények, amelyek kaccsal kapaszkodnak, tehát tekeredniük kell valamire. Ez nem tud fölmenni csak a falon, mert a falon nem tud mire rátekeredni, viszont ha adunk neki valamiféle támrendszert, akkor azon föl tud futni, és csak addig megy, amíg talál valami olyan rendszert, amire ő kapaszkodni tud. És a piacépületen, illetve a kerítésnél is egy rozsdamentes acélsodron szerkezet van, ez egy nagyon könnyű szerkezet, és alá olyan húszó loncok kerültek, amelyek pontosan így tekeredve kapaszkodnak, ezért olyan kis zöld felületet fognak adni a falon. Ez néhány pici példa, tehát nem nagy, de úgy gondolom, hogy hozzá járul mindenképpen egyrészt a tudományos szempontból igen, a klímajavító hatása is, de egyébként ami nekem még nagyon fontos, hogy az emberek hangulatához is. És én abból próbálom megközelíteni, és lehet, hogy nem vagyok elég tudományos, hogyha abból indulunk ki, a mi emlékeinkből és a mi hangulatunkból indulunk ki egy-egy zöld felületet illetően, akkor talán egy kicsit megejtőbbek, megértőbbek tudunk lenni akkor is, hogyha el kell söpörni a leveleket, amihez éppen nincs akkora kedvünk. Néhány dolgot a napelemekről. Ugye, amit a tetőnkön látunk, ezek egy standard méretű napelemek, általában 1 méter x 1,65-ös méretben készültek. A technika úgy fejlődik, hogy a méret az marad, egyre nagyobb wattszámú napelemeket építenek, tehát napelemcellákat építenek bele. Annyit kell még nagyjából róla tudni, hogy 1 kilowattos napelem rendszer egy jó tájolás esetén 1100-1200 kilowattóra mennyiségű villamos energiát állít elő évente. Tehát azt jelenti, hogy van egy, mit tudom én, 6000 kilowattóra éves fogyasztásom, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 kilowattóra per hónap, ami egy ilyen 20000 forintnyi villanyszámlának felel meg. Ahhoz például egy 5 kilowattos napelem rendszer kell ahhoz, hogy ezt teljes mértékben meg tudjuk termelni. Napelem rendszereknél két nagyon lényeges különbséget, tehát napelem rendszer két nagy lényeges különbsége van. Van az úgynevezett háztartási méretű rendszerek, amivel találkozunk településeken, akár a közintézményekre szerelve, és van az úgynevezett kiserűvek, amiket út mellett nagy mennyiségbe letelepítve látunk. Az egyik az kisebbik, a háztartási méret ugye 0-tól 50 kW-ig. Ennél megengedett az, hogy szolgáltatókkal úgynevezett éves szaldó elszámolásról kössünk szerződést, ami azt jelenti, hogy egy évben egyetlen egyszer kell ezzel elszámolnunk. Akik itt üzemeltetnek napelemes rendszereket, az ő intézményeiken is, meg a piacnál is ilyen háztartási méretű kiserőmű üzemel.